Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Bartatusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, én Bartatusek Nyíbolya vagyok. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetem, házasságban élünk. Ibolyával is van egy 15 éves lányunk. Nekem a civil foglalkozásom, én kereskedelmet végeztem, volt iradóit, és már viszont, mint hogy a férjem is mondta, a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mestert, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mesterünk, arra jutunk, hogy egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezetői pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és az emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentett, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képes legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretetkorba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy ön is tartsa meg a mai előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Egyáltalán nem? Mi baj van a jelenlegi világgal? Félrevezetik az embereket. Félrevezetik az embereket? Rosszul működnek? Ismerik az etikát. Nem ismerik a játékszabályt. Szabálytalanul. Gondolkodtál már azon, hogyha a jó emberek a jó embereknek valamit tenniük kellene azzal kapcsolatban, hogy esetlegesen jobb irányba haladjon a világ? Ugyanis ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Nem valami ilyesmit élünk most? A rossz eluralkodik a Földön. De mit lehetne tenni? Tehát itt mondanak mindenfélét, hogy mit tudom én, kevesebbet szemeteljünk, nem? Akkor mit tudom én, mondjuk kevesebbet fűtsünk olyan dolgokkal, ami környezetszennyező, nem? Járjunk olyan autóval, ami kevésbé környezetszennyező, és ilyeneket mondanak, és szerintetek ettől okosabb lesz az ember? Tehát, ha jobban megnézzük, régebben az emberek az élethelyzeteiket sokkal jobban kezelték, mint most. Tehát ahogy így fejlődik a technika, úgy mintha egyre kevésbé boldogulnának az emberek a saját életterületeiken. Tehát nincs több életterületünk, mint régen, de nincs is kevesebb. és mégis az emberek a saját életterületeiken kevésbé boldogulnak. Tehát azt látni, hogy van egy ilyen általános elbutulás. Tehát elbutulás. De ez az elbutulás inkább az elbutításból fakad. Tehát láttam a jó múlt korábban egy dokumentumfilmet, Indiában volt ez a dokumentumfilm, tehát ott játszódott Indiában, és hát fordították, hogy milyen események történnek ugye Indiában, ugye ott is van egy fejlődés, most már ugye ők a világ legnépesebb országa, már nem a kínaiak, és arról volt szó, hogy hát ott is bevezették, nem olyan nagyon rég, a kötelező oktatást. Tehát a kötelező általános iskolai oktatást. És azóta, mióta bevezették a kötelező oktatást, azóta a gyerekek, akik végeznek, azok nem ott akarnak maradni, ahol a szülők laknak, nem tovább akarják vinni mondjuk a gazdálkodást, amit akár évszázadokon keresztül a őseik vittek, hanem be akarnak költözni városba, és városi emberek akarnak lenni. És akkor azt gondoljuk, hogy ez teljesen normális. Pedig ugye jobban megnézzük, akkor hát gyakorlatilag, ha nem lennének vidéki települések, tehát falvak, akkor gyakorlatilag már nem lenne emberiség. Hát gondoljuk végig. Mert már éhen halt volna az emberiség. Tehát ugye régen azt mondták, hogy hát az a tuti üzlet, ahol az ember, tehát a lakosságot táplálják, mert enni mindig akarnak. Tehát régen ez így működött. De most már egy olyan világban vagyunk, ahol az emberek könnyebben akarnak jóval pénzt keresni, mint régebben, és hát ezért ugye úgy akarnak, olyan munkát akarnak végezni, ahol hát kevésbé kell fizikailag megerőltetni az embernek magát. Na most, de ezáltal ugye azt is látjuk, hogy elszakadtak az emberek attól az alapoktól, amit úgy hívtak, hogy józan paraszti ész. Tehát az ember bármilyen élethelyzetre tudott megoldást. Tehát ahol nem volt olyan probléma az emberek életében, amire be lett volna megoldásuk. De nem a jelenlegi világról beszélek, hanem a múltban ez ugye így volt. És hát ugye ennek következtében, hogy az emberek már nem tudnak úgy boldogulni a problémákkal kapcsolatban, mint régebben, hát nyilván tömegesen az embereknek rosszabb a hangulatuk, mint régen. Tehát még a nehéz fizikai munkákat is úgy végeztek emberek régen, hogy mondjuk fütyűrészve, danolászva, ami azt jelenti, hogy volt energiájuk, mert jó hangulatúak voltak. Most az emberek, ha megnézitek, energiahiánnyal küzdenek, de igazából azért küzdenek energiahiánnyal, mert nem jó hangulatúak, és az eseti hangulat Tehát mondjuk azzal a hangulat, amivel végzi a munkáját, az kihat hosszú távon az általános hangulatára, ami azt jelenti, hogy azáltal az általános hangulata is rosszabb lesz. És ha az embernek az általános hangulata nem elég jó, akkor nem tudja megoldani magától, nem tudja megoldani az életben felé áramló problémákat. Sőt, nyitottá válik arra, hogy általánosan a problémákat nézze, hallgassa, figyelje, és olyan problémákkal is foglalkozzon, amire semmilyen hatással nincs. Tehát az embernek, hát ugye van egy fontos dolog, hogyha csak nem az embernek az a foglalkozás, hogy más problémáival foglalkozzon, akkor a saját problémáival kellene foglalkozni, nem? De ma az emberek, ha megnézed, mondjuk egy kommunikáció során többet foglalkoznak más problémáival, mint a sajátjukkal. Tehát egy olyan világot élünk, ahol az emberek problémáznak. Problémáznak, tehát érdeklődésük lett a problémákra, de nem a problémák megoldására, hanem a problémákról való kommunikációra. De ugye megoldásuk nincs, csak ugye valami olyasmit tudnak mondani, hogy hallottad vagy láttad, mik vannak. Ugye az régen azért sem volt lehetséges, mert nem volt média. Az emberek nagy része még újságot sem olvasott, mert az sem volt. Tehát ugye most egy olyan világban élünk, ahol minden hír megtalálhatja az embert, főleg ha keresi, nem? És márpedig amikor az ember rosszabb hangulatú, akkor a hangulatának megfelelő információkat fogadja. És egy ember rosszabb hangulatú, akkor a rossz hírekre vevő. És minél rosszabb hangulatú, annál vevőbb a rossz hírekre. Egy jó hangulatú ember az nem foglalkozik a rossz hírekkel, nem kíváncsi rá. És minél jobb hangulatú egy ember, annál kevésbé kíváncsi a rossz hírekre. A jó hangulatú ember a jó hírekre kíváncsi. Tehát hogyha mondjuk te hajlamos vagy arra, hogy rossz hírekre kíváncsi legyél, tehát nézzed, hallgassad, informálódj a rossz hírek terén, hát akkor bizony nem vagy túl jó hangulatú. Ha nem nagyon érdekelnek a rossz hírek, akkor az jó, mert akkor nem vagy rossz hangulatú. Tehát az ember így működik, bár az emberek nem tudják. Tehát hogyha például mondjuk egy ember, ez egy kis tanítás lesz, elkezdene foglalkozni a rossz hírek lezárásával, és elkezdene foglalkozni a jó hírek keresésével, akkor ez befolyásolná a hangulatát, tehát javítaná az ő hangulatát. De miért kell, hogy az embernek jó hangulata legyen? Vannak nekünk képzéseink, inkább oda megyek. Miért tartunk képzéseket? Mert nem vagyunk elégedettek azzal, amelyet az emberek tudnak az élet és az ember működéséről. Tehát ugye miért kell, hogy az emberek tudjanak dolgokat az ember és az élet működéséről? Hát mert amiről az imént beszéltem, hogyha jó emberek nem tesznek azért, hogy legyen egy jobb világ, akkor nem lesz jobb világ. Mert a rossz emberek nem fognak tenni semmit azért, hogy egy jobb világunk legyen. Ebben biztos lehetsz. Tehát lényeg az, hogy vannak képzéseink, van 26 nagy téma, és azok közül az egyik legfontosabb téma a hangulat és a hangulat javítása. Tehát ez a dolog, ez eléggé meghatározza, tehát hogy az ember milyen hangulatú a saját életét. Tehát ugye én azt látom, hogy az emberek, amiről már az imént beszéltem, energiahiánnyal küzdenek. Azok küzdenek energiahiánnyal, akik nem elég jó hangulatúak. Azoknak van bőven energiájuk, akik nagyon jó hangulatúak. De ha megnézed, körülnézel a környezetedben, nagyon jó hangulatú emberekkel már nem is nagyon találkozol. Legalábbis a civil életedben biztos, hogy nem. Tehát van egy általános hangulatromlás, de ez nem magától folyik. Tehát az ember az boldog lenne, ha nem érné elnyomás. Tehát az ember akkor kezdi elveszíteni a jó hangulatát, ha elnyomás éri. Tehát hogy érzékeled az elnyomást, az most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát hogyha nem elnyomást kapsz, de elnyomásnak érzékeled, az számodra akkor is elnyomás. És minden olyan dolog, onnantól, hogy megszülettünk, sőt már előtte is, még amikor az édesanyád pociába voltál, akkor is, ez úgy zajlott le, hogy minden dolog, ami azért mondom a születéstől, mert mikor édesanyád pociába voltál, akkor az édesanyád által élted meg azt, hogy amit édesanyád fájdalomként élt meg abban a 9 hónapban, mindegy, hogy fizikai vagy lelki fájdalomként élte meg, azt te, meg ő is természetesen, elnyomásként élte meg. Tehát onnantól, amikor megszülettél, akkor mindent, ami fájdalom volt számodra, fizikai vagy lelki fájdalom, akkor azt elnyomásként élted meg. És ezt azért fontos tudni, mert minden lélek úgy jött le, hogy boldog életet akar élni. Minden lélek úgy jött le, hogy boldog életet akar élni. Egy lélek akkor jön le, amikor megfogan. Tehát amikor a fogantatás megtörtént. És onnantól ugye azzal a tudattal jön le, hogy ő boldog életet él. Tehát hogy lehet ilyen tudattal? Nagyon egyszerű. Ugyanis mielőtt, tehát a lélek úgy működik, hogyha kitörlik a lélek információiból a frusztrációt, tehát az összes mindent, ami benne van, amit tud, akkor onnantól kezdve egy dolog marad, tisztán. A lélek egy dologgal rendelkezik, azt úgy hívják, hogy szeretet. Tehát hogyha a tudatát törlik a léleknek, a teljes tudatát, akkor egyetlen egy dolog marad, a tiszta és őszinte és feltétel nélküli szeretet. Na most ezáltal ugye könnyen rá lehet jönni arra, hogyha egy tiszta tudatú lélek ugye lejön, leszületik, akkor Hát ha a feltétel nélküli szeretettel rendelkezik, akkor ő boldog akar lenni. Mert ha lenne feltétel nélküli szeretet az emberek között, akkor mindenki boldog lenne. Oké? Tehát ezért nyugodtan lehet állítani, hogy a lélek az a boldogságért jön le. Oké? A boldogságért. Ami annyit jelent, hogy onnantól kezdve, hogy elnyomásokat kap, tehát fájdalmai lesznek, fizikai vagy lelki fájdalmai, nyilván 9 hónapig fizikai fájdalma nem tud lenni, sőt csak az anyjának tud fizikai vagy lelki fájdalma lenni, de onnantól kezdve az minden átmegy ugye a magzatba, illetve a magzat lelkébe, és onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy már is maga a szeretet ellentéte az elnyomás. Az elnyomás elkezdi csorbítani a szeretetet, csökkenteni a szeretet mennyiségét, a szeretet feltétel nélküliségét, stb. Stb. Ez azt jelenti, hogy minél több elnyomást kapott egy ember az életében, tehát minél több fájdalom érte, lelki vagy fizikai, annál inkább szembe megy a szeretettel maga a működése. Tehát a szeretetet egyetlen egy dolog csökkenti, az elnyomás. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy amit az ember elnyomásnak megél, az azt jelenti, hogy fizikai vagy lelki fájdalomként megél. Tehát ezért, amikor mondjuk eltelnek a hónapok vagy az évek egy újszülöttnél, minél többet érezte azt, hogy elnyomást kapott, annál kevesebb szeretet van benne. Oké? És ez egész életünk során így van. Minél több elnyomást élünk meg, annál kevesebb szeretet marad bennünk. Na most, a szeretet mértékének és a hangulat mértékének egymáshoz szoros összefüggése van. Az azt jelenti, hogy minél jobb hangulatú egy ember, annál több szeretetre képes. És ez fordítva is igaz. Minél több szeretetre képes egy ember, annál jobb hangulatú. Tehát ez a kettő, ez teljesen párhuzamosan működik. Ez azt jelenti, hogy egy egyénnek úgy romlik a hangulata, ahogy a szeretete fogy az elnyomás következtében. Tehát nem kell ahhoz egy másik ember, hogy egy ember elnyomást kapjon, hiszen hányszor előfordult, hogy úgy fájt valami, hogy ezt nem más ember okozta. Oké? Tehát ahhoz, hogy elnyomást kapjon az ember, nem kell hozzá egy másik ember. Oké? De egy kisgyereknél például kell egy másik ember. Tehát egy kisgyerek az teljesen szeretetteljes lenne, és teljesen egészséges, hogyha nem lennének fizikai, illetve lelki fájdalmai. Oké? De azt valamilyen szinten hát mások okozzák. tehát mások. Természetesen nem csak abból származóan van kisgyerekként fájdalom, hogy az egyén, mit tudom én, mondjuk elnyomást kap, hanem mind felnőttként sem, hanem olyan történés történik vele, ami kiváltja magát azt a reakciót, hogy ő fájdalmat érez. És ha az ember fájdalmat érez, akkor mi szokott lenni? Tehát biztos észrevetted már, hogyha nagy fájdalmaid vannak, akkor mondjuk sírsz, nem? Most az fizikai vagy lelki fájdalom, ez most részletkérdés. Akkor nézzük tovább. Ha mondjuk félsz, az is előidéz egy lelki fájdalmat. Már nem sírsz, de elő tud idézni egy lelki fájdalmat. A félelem. Vagy mondjuk, ha az ember haragos, maga a harag elő tud idézni lelki fájdalmat. Saját magának, az egyénnek. Hiszen a harag hatására a szervezet mérget termel. De a harag hatására fájdalom is érheti az embert, mert akkor meggondolatlanul tud olyan cselekedeteket űzni, ami fizikai fájdalmat okoz saját maga számára. Vagy például az ember lehet ellenséges is, és maga az ellenségesség is valamilyen szintű lelki fájdalmat okoz. Mert miért? Gondold végig, ez mind, amit elmondtam, a sírás, tehát a bánat, a félelem, a harag és az ellenségesség, ez mind szembe megy a szeretettel. Ez pont ellentétes energiák. Tehát ami azt jelenti, hogy ezek révén a szeretet csorbul. És ezáltal az egyénben kevesebb szeretet marad ezeknek a hatására. Tehát minél több elnyomást él meg egy egyén, amit ugye képesek vagyunk saját magunk is létrehozni, az elnyomást. Gondold végig csak a betegségekre, balesetekre. Tehát nem kell egy külső személy, hogy létrejöjjön egy baleset vagy egy betegség. Látszólag nem kell, mondom, látszólag. Ugye a legtöbb ember itt a nyugaton azt gondolja, hogy hát azért kaptam el egy vírusos fertőzést, hát mert más megfertőzött. Vagy azért lett rákos, mert hát természetes dolog, hogy egyes emberek rákban meghalnak, és vagy rákosok lesznek. Érted? És akkor azt gondolják, hogy ez ilyen természetes folyamatok. Pedig ha megnézed, ez elnyomás. Ami azt jelenti, hogy ez is szembe megy a szeretettel, nézd meg, figyeld meg, minél több problémája, baja van egy embernek, annál kevesebb szeretetre, illetve szeretet kifejezésre képes. Hát annál kevésbé tudja a szeretetét kimutatni, kifejezni. Tehát az, hogy az ember mondjuk jó hangulatú legyen, azt nézzük meg, miért fontos. A hangulattal kapcsolatban vannak élettani tényezők. Egyről már beszéltem, minél rosszabb hangulatú egy ember, annál kevesebb energiája van. Minél jobb hangulatú, annál több energiája van. Tehát elvileg egy újszülött nagyon jó energiákkal születik, főleg hogyha volt egy kiegyensúlyozott terhesség, ami azt jelenti, hogy nézd meg, hogy mondjuk egy csecsemő, emlékezz vissza, ha már nevelt egy gyereket, mennyi mozgásra képes. Ami azt jelenti, hogy egy felnőtt nem tudja, tehát volt erre kísérlet, hogy egy élsportoló, igen, kövesse le a csecsemőnek a mozgását, amit naponta mozog, hát kipuccant. Nem bírta, így van, hát nem bírta. Szóval ugye az energiákról beszéltem, de például ilyen dolgok, hogy mondjuk a sikerre való képesség. Minél jobb hangulatú egy ember, annál nagyobb valószínűsége van annak, hogy sikeres lesz az életben, tehát magyarul sikereket tud felhalmozni. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál sikertelenebb az életben. Akkor mondjuk nézzünk élethosszat. Minél jobb hangulatú egy ember, annál rövidebb életű. Nem, hosszabb életű. És minél rövidebb, vagy minél rosszabb hangulatú, annál rövidebb az élete. Tehát megnézed miért? Nagyon egyszerű. Mert a hangulat és az élethossz az szoros összefüggésben van. Tehát gondold végig, egy rossz hangulatú ember mennyi mindent nem tesz meg az életében, amiatt, hogy energiahiánya van. Tehát mennyi mindent elmulaszt megtenni. Egy jó hangulatú ember, mivel tele van energiával, sokkal több dolgot megtesz, mint egy rossz hangulatú ember. Ezért sokkal kevesebbet mulaszt el az életében. Az ember nem azért született, hogy minél több dolgot elmulasszon az életében, hanem azért született, hogy minél több dolgot megtegyen az életében. Oké? Tehát most egy kicsit belemegyek az életbe, tehát az élet működésébe, akkor azért vagyunk itt mi emberek, mert mint lélek azelőtt, mielőtt lejöttünk, bevállaltuk, hogy ebben az életben nagyon sok dolgot megélünk. Tehát itt nekünk van egy olyan fajta működésünk embereknek, ami azt eredményezi, hogy mi simán létrehozunk magunknak saját problémát. Erről az imént beszéltem már valamilyen szinten. Odafönti létformában a lélek, fenti létformában a lélek nem hoz létre problémákat. Ezáltal nem él meg problémákat, és nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között, mert nem éli meg a rosszat odafönt. Ezért lejöttünk ide, hogy megéljük a különbségeket. Oké? A jó és a rossz között. Ezt szabad akaratból tettük, a legtöbb ember a Földön, mint lélek, szabad akaratból van itt lenn. Tehát nem utasították, hogy jöjjön le, hanem te választottad azt, hogy lejössz. És itt kezdődik a probléma, hogyha az ember rossz hangulatú, akkor kevés dolgot él meg, akkor lehet újból inkarnálódni. Oké? Okay? És a következő életben is kevés dolgot él meg, akkor lehet megint inkarnálódni. Na most egy rossz hangulatú ember nem tudja megoldani a problémáit. Ennek a következő a fizikai oka. Tehát a lelkünkkel a jobb agyféltekén kommunikációs kapcsolatban van. Addig, míg jó hangulatban vagyunk. Abban a pillanatban, amint elkezdjük elveszíteni a jó hangulatot, már is elveszítettük a kapcsolatot a saját lelkünkkel. Ez milyen kapcsolat? Ezek a sugallatok, megérzések, oké? Okay? Amit leértékelnek ebben a világunkban, sőt, nem csak leértékelik, hanem azt mondják, hogy hát ilyen nincs. Tagadják, inkább úgy mondanám. Azért, hogy ne hidd el, hogy létezik. Mert ha nem hiszed el, hogy létezik egy lelki-agyi kapcsolat, akkor nem is fogod működtetni ezt. Csak az az ember működteti ezt, amelyik tudja, hogy ez létezik. És ez azt jelenti, hogy még ha információt is kapna, akkor is nem hallgat rá, mert hát ez nem létezik, ami nem létezik, arra nem hallgatunk. Logikus. Csak arra hallgatunk, ami létezik. A nem létezőre nem tudunk hallgatni. És akkor szépen elhitették az emberekkel, hogy ez nem létező dolog, és akkor az emberek nem hallgatnak a megérzéseikre, illetve sugallataikra. Ráadásul ugye a nem jó hangulatúak már nem is tudnak hallgatni erre. Tehát nem is tudnak. És akkor így persze, hogy eljutnak oda, hogy míg jó hangulatúak voltak, nem hallgattak. Eljutnak oda, hogy már nem jó hangulatúak, és nem is tudnak, ha akarnának, sem tudnának. Oké? Okay? De ugye miért kellene hallgatni? És gondold végig onnan, hogy lejött a lelked. Ez az a pillanat, amikor megfogantál. Tehát amikor bizton megfogantál. Lejött a lelked. És onnantól mondjuk édesanyád szembesült valamilyen problémával, és meg kellett volna oldania. Ha megoldotta, akkor rendben, a lelked ezt rögzítette a megoldást. Ha nem oldotta meg, akkor is a lelked megkapta a megoldást. Az övé is. Nem csak a tiéd. Az övé is. Majd megszülettél, és bármi probléma keletkezett, arra a lelked megkapta a problémát. Vagyis a megoldást. Tehát megkapta, bármi probléma keletkezett, megkapta a megoldást. És gondold végig, mennyi megoldásra képes, mióta megszülettél, illetve mióta megfogantál. Ehhez képest az emberek alig oldanak meg problémákat. Pedig van egy lelkük, ami valószínűleg már rendelkezik azzal a tudással, amivel azt a problémát meg kellene oldani. Ha nem rendelkezik, akkor hát már megkapta a megoldást. Mert bármilyen problémával szembesülsz, arra a lelked megkapja a megoldást. Egy kérdés van csak, hogy felhasználod-e a lelkedben rejlő információkat. Ez a kérdés csak. Ha nem vagy elég jó hangulatú, akkor nem tudod felhasználni. ahhoz jó hangulatban kell lenni, hogy felhasználja az ember. De nem csak ez a lényeg, hogy jó hangulatban legyünk, hanem tudjuk azt, hogy van egy ilyen lehetőségünk, hogy onnan származóan tudunk információhoz jutni, a megoldásra, információhoz. Ha az ember azt tudja, hogy ilyen nincs, akkor hiába küldenének onnan bármilyen információt a saját lelke által, nem jönne, hiába jönne, úgyse hallgatna rá, mert azt mondja, hogy az nincs, és elhesegetni. Oké? Okay? Jó, tehát gondold végig, hogy mennyire fontos lenne, hogy az ember tudjon, és hát jó hangulatú legyen. Akkor nézzük tovább, mi van még itt a hangulatokkal. Egyébként 25 olyan dolog van, ami az ember működését befolyásolja. Elő is szedhettem volna ezeket, csak nem tudtam, hogy erről fogunk beszélni. De nem is ez a lényeg, hogy mit szedhettem volna elő. Ugye látni azt, hogy mondjuk az emberek különböző helyzetekben hogyan működnek. Ugye én elég jól látom, hiszen 93 óta, illetve 91 óta van saját csapatom, és engem mindig érdekelt az ember működése. Meg nem csak az ember működése érdekelt, hanem az élet működése is. És ugye ezekre a területekre én valamilyen szintű nyitottságot régen is mutattam. Annak ellenére, hogy nagyon nem lehetett ilyenhez hozzájutni. Szóval az, hogy hogyan működik az ember, az eléggé fontos az én számomra, és ha az ember tisztában van azzal, hogy hogyan működik az ember, akkor azt is látom, hogy könnyebben lehet ezzel boldogulni, ezzel a tudással az életben. Ugyanúgy, ha megnézzük, hogyan működik az élet, azzal a tudással is könnyebben lehet boldogulni, természetesen. És hát mondjuk van az a kérdés, hogy hogyan bánik mondjuk egy másik emberrel, egy rossz hangulatú ember, vagy egy jó hangulatú ember. Ezt meg is figyelhetted az életben. Természetesen minél jobb hangulatú valaki, annál jobban bánik az emberekkel. Minél rosszabb hangulatú, annál rosszabbul bánik az emberekkel. Milyen a kommunikációja? Minél jobb hangulatú egy ember, annál könnyebben megértik a kommunikációját. És annál könnyebben megért más kommunikációját. A rossz hangulatú, minél rosszabb hangulatú ember, egy ember, annál kevésbé működik ez. Tehát ugye beszéltem már arról, hogy minél jobb hangulatú egy ember, annál jobban működik a szeretet, működteti a szeretetet. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál kevésbé működik az ő életében a szeretet. Akkor nézzük tovább. Például ilyen dolgok, hogy párkapcsolat képzésünk van éppen, nem most, hanem ugye ezután, már 5. hónapja csináljuk a párkapcsolat képzést, ugye párkapcsolat coach képzést, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, és hát ugye a párkapcsolatnál fontos például az is, hogy nem csak az, hogy mennyire jönnek ki egymással, hanem az, hogy mennyire jönnek ki az ágyban. Nem fontos? Ha jól kijönnek az ágyban, akkor rendben vannak a dolgok. Na most, ezzel kapcsolatban csak egy gondolat. Tehát minél jobb hangulatú egy ember, annál jobban figyel a másikra. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál inkább nem figyel a másikra, csak magára. Most az ágyról beszéltem, jó? Oké? Okay? És ahhoz, hogy mind a kettőnek az ágy téma az jó legyen, az lenne a lényeg, hogy jó hangulatban mind a kettő a másikra figyel. Oké? No, akkor menjünk tovább. Tehát a hangulatok azok meghatározók az életünkben. De azért nem jó hangulatok az emberek, mert jelen van az elnyomás. Oké? Tehát az embernek lehetőleg olyan életet kellene élni, ahol kevés elnyomás éri. Ha pedig elnyomás éri, akkor tudnia kellene kezelni az elnyomást. És a helyén kezelni. Nem később, hanem a helyén, akkor, amikor az létrejön. Na most gondold végig, hányan dolgoznak mondjuk olyan munkahelyen, ahol hát frusztrációt kapnak, valamilyen szintű elnyomást élnek meg. Hogy tudják kezelni az elnyomást? Sehogy. Nem is nagyon kezelhetik, mert akkor azt mondják, hogy na, utilapu. Aztán már nem is kell itt dolgoznod tovább. Elpróbáltak kezelni az elnyomást. Tehát régen, ha megnézed, miért volt sokkal jobb helyzet? Mert nem alkalmazottként dolgozott a lakosság nagy része, hanem a saját vállalkozásában dolgozott. A háború előtt, a második világháborút megelőzően a lakosság 80, itt Magyarországon a lakosság 80%-a az bizony vállalkozó volt, a mai értelembe vett vállalkozó volt. Oké? Csak akkor kedvezőbbek voltak az adózási feltételek a vállalkozóknak, mint manapság. De egy vállalkozónak az adózási feltétele még mindig kedvezőbb, mint egy alkalmazotté. Csak hogy tisztában és világosan, tisztában tegyük ezt a dolgot és világosan lássuk. Tehát mondom, egy vállalkozónak az adózási feltételei még mindig kedvezőbbek, mint egy alkalmazotté. Az alkalmazotté a legrosszabb az összes feltétel közül. Szóval gondoljuk végig, hogy az emberek egy olyan helyzetben vannak, ahol nem kezelhetik az elnyomást, és ha egy ember nem kezelheti az elnyomást, vagy nem kerülheti ki az elnyomást, akkor hat rá, és ha hat rá, az rontja a hangulatát, és egyre rosszabb és rosszabb általános hangulatban lesz. Tehát az embereknek ezt tudniuk kellene, hogy ez így működik. Tehát ezzel kapcsolatban rajzolok egy kicsit, csak hogy szemléltessem. Nézzük. Tehát régen az emberek hangulata olyan volt, jó, mondjuk valahol itt legyen a halál, H betű. Látni? Hát már kifutott, mindegy, akkor följebb írom. H betű. Jó? Szóval olyan volt, hogy megszületett, és akkor hamar fölugrott a hangulata, hát hamar, ja, azt nem kell, azt becsukjuk. Azt akarja, mentsem el, nem akarom elmenteni. Jó? És egy kicsit lejjebb ment a hangulatuk, de tartották a hangulatot, majd itt a legvégén leesett a hangulatuk. Ez volt a régi világ. Tehát ez körülbelül így működött mondjuk a 70-es évek végéig, durván 80-as évek elejéig ez így működött. Oké? A mai világban ez úgy működik, hogy már eleve alacsonyabbról landol a gyerek, és hamar leesik, és utána egy ilyen szintet ír le. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy sőt itt még inkább durvát, nagyobb visszaesést kellett volna rajzolnom, még ennél is valahogy ilyet. Tehát ez valami ilyesminek sajnos a mai világunkban. Az azt jelenti, hogy ez annak az eredménye, hogy hát sokkal frusztráltabb világban vagyunk, és a munkahelyek is sokkal frusztráltabbak. Ugye miért mindig a munkahelyről érdemes beszélni? Mert ha megnézed, heti szinten, vagy éves szinten azzal foglalkozol a legtöbbet, a munkáddal. Na most azt mondja valaki most, hogy ő már nyugdíjas, nem foglalkozik a munkájával, de már elérték, hogy alacsony hangulatú legyél. Oké? Okay? Tehát, és az azt jelenti, hogy előtte érték el, hogy alacsony hangulatú legyél. Tehát egy olyan világban élünk, ahol elérik, hogy az ember alacsony hangulatú legyen hamar. Tehát most mondok példát, jó? Tehát mikor én gyerek voltam, minket még lehetett fegyelmezni az iskolába. Tehát még a fegyelmezést engedték. Oké, és a szülők nem szóltak bele, ha a tanárok fegyelmeztek. Tehát azért ugye ebben tisztában kellene lenni a fiatal szülőknek, hogy két generációval azelőtt még engedték, hogy a gyerekeket fegyelmezzék. Oké? A szülők engedték. És a törvények is engedték. Oké? Na most. Ez azt jelenti, hogy ezáltal egy tanár, tanárnő azt tudott tanítani. Mert fegyelmezetlen gyerekeknek baromi nehéz tanítani. Oké? Okay? És ugye ez azt jelenti, hogy az a generáció, amelyiket fegyelmeztek, engem nem csak az iskolába fegyelmeztek, hanem otthon is. És ott van benne a fegyelmezésben a fegyelmezettség. Tehát akit fegyelmeztek, az fegyelmezettebb felnőtt lesz. Akit nem fegyelmezhetnek, meg nem fegyelmeztek, az fegyelmezetlen felnőtt lesz. Tehát mivel sose fegyelmezték, mondod végig, és bekerül egy munkahelyre, ahol bizony fegyelmezni fogják. Már nem, mit tudom én, nátpálcával, vagy vonalzóval, vagy méterrúddal, de fegyelmezni fogják. Ami azt jelenti, hogy akkor fogja megélni azt, hogy őt fegyelmezik. Gondold végig, milyen frusztrációt fog megélni felnőttként, hiszen őt sose fegyelmezték. Ha nem viseli el, hogy fegyelmezzék, akkor hát kirúgják rövid úton, és nem kell ott dolgoznia. Tehát ha megnézed, ebből származóan mennyi frusztrációt fog megélni, mennyi problémát fog megélni, amit nem fog tudni kezelni, mert fogalma nem lesz, hogy honnan származik. Tehát a gyerek korban lévő olyan hiányosságok, amik régen voltak, és ma már nem csinálják a szülők, nem lehet csinálni, vagy nem is akarják csinálni, azt végig kellene gondolni, hogy milyen szülő problémákat okoz majd a gyereknek felnőttként. Tehát az azt jelenti, hogy most csak egy dologról beszéltem, ugye a fegyelmezésről, de számos más dologról lehetne beszélni, ugye a gyereknevelés coachban erről volt szó, meg most is van szó a párkapcsolati coachképzésben. Tehát egy ember úgy működik, hogyha mondjuk kisgyerekként mondjuk újszülött kortól megszokta a fegyelmet, akármilyen hihetetlen. Furcsa, hogy ezt mondom, hogy a csecsemőt fegyelmezni. Persze, hogy ne lehetne fegyelmezni? Ez azt jelenti, hogy vagy ráhagysz mindent, vagy nem. Ha ráhagysz, akkor nem fegyelmezed, ha nem hagysz rá, akkor fegyelmezed, ha időbeosztást csinálsz neki, akkor fegyelmezed, ha időhöz kötöd a gyereket, akkor fegyelmezed, ha nincs ez, akkor nincs fegyelem. Oké? Okay? És onnan elindul már csecsemőkortól, mondjuk pár napos kortól elindul, hogy a szülők régen fegyelmezték a gyereket. Nekem például nem lehetett csak úgy fölvenni a gyerekemet, egyiket sem, mert nem engedtem szülőként senkinek. Világos vagyok? Nem engedtem, ami azt jelenti, hogy nem kapattam, ahogy szokták ezt mondani, nem voltak a gyerekeim elkapatva, érted? Tehát a fegyelmezést rögtön el lehetne kezdeni az elején, de az emberek nem kezdik el. Most gondold végig, hogy fogják elviselni majd a fegyelmet felnőttként, vagy hogy fogják elviselni a fegyelmet óvodába? Sehogy, mert már 3 éves korig nem volt fegyelmezve. Egy tök fegyelmezetlen gyerek lesz, aki óvodásként éli az életét, majd utána ugyanúgy fegyelmezetlen lesz iskolásként. És amit jelent? Szívből fogja utálni az óvodát, mert fegyelmezni akarják, szívből fogja utálni az iskolát, mert fegyelmezni akarják, érted? Nem tudják, csak akarják. Tehát gondold végig, egy olyan liberális világban élünk, ahol látszólag nincs fegyelmezés, közben viszont más területeken meg brutális fegyelmezés folyik. Gondold végig, mondjuk a Covid időszakban milyen fegyelmezés folyt. Oké? Okay? Tehát a liberális világunkban nem lehet fegyelmezni, az óvodába, iskolába, a szülők sem fegyelmezik a gyerekeket, de egyébként meg komoly fegyelem, érted? Hát komoly fegyelem, nem? Valaki hibázik felnőttként, és úgy elkaszálják, hogy arrukódul, érted? Szóval egy olyan világban élünk, ahol így el van szúrva az egész, úgy ahogy van, és emiatt az emberek, menjünk vissza, hangulata az nem éppen olyan, mint amilyennek kell lenni. Oké? Okay? Tehát gondold végig, onnantól, hogy egy ember születésénél fogva megszok dolgokat, akkor az neki nem lesz szokatlan, és minden olyan dolog, amit nem szoktunk meg, az utána szokatlan lesz. Oké? Okay? És a szokatlan dolgokkal szemben az ember mindig ellenálló. Oké? Okay? Tehát a szokásaival szemben az ember soha nem ellenálló, csak a szokatlan dolgokkal szemben ellenálló. Na most ha semmihez nincs hozzászoktatva a gyerek születésénél fogva, akkor mindennel szemben ellenálló lesz. Világos ez? Mondom, mindennel szemben. Tehát ez nagyon egyszerű dolog, és elfelé megyünk. Ezért van az, hogy a társadalom hangulata romlik, mert régebben ugye sokkal szigorúbb fegyelmezések voltak, fegyelmezési technikák, amit abban nem sérültek a gyerekek, legalábbis a túlnyomó többség. Oké? Okay? És egy sokkal jobb hangulatú társadalmat hoztak létre azáltal, hogy a gyerekeket fegyelmezték, mert nem volt szokatlan számukra a fegyelem. Oké? Okay? Tehát most sokkal több bűnöző van, mint valaha. Oké? Okay? Tehát sokkal többen ülnek börtönben, mint valaha. Tudod miért? Mert nem tűrik a fegyelmet. Mert soha nem tanították nekik a fegyelmet. Tehát az nem fegyelmezés, hogy hülyére veri a gyerekét, érted? Tehát az nem fegyelmezés. A fegyelmezés az azt jelenti, hogy szokásokat alakítanak ki egy embernél. És onnantól kezdve, ha az ő szokása, és az ő szokásához passzoló dolog az a valami, akkor az neki nem lesz fura. Világos ez? Az tök természetesnek fogja venni. De egy olyan ember, aki nem volt fegyelmezve gyerekkorában, akkor milyen más problémája lesz még? Önfegyelem hiánya. Oké? Okay? Önfegyelem hiány. Tehát nem csak nem fogja tűrni a mást, amihez ő nem szokott, hanem önfegyelem, tehát nem csak nem lesz fegyelmezett, hanem önfegyelem hiánya is lesz. Oké? Okay? Nem fogja magát fegyelmezni, hát ezért van az, hogy önfegyelem hiány, és fogja, belemegy olyan dolgokba, amit utána elkaszálják és börtönbe csukják. Érted? Önfegyelem hiánya. Önfegyelem szükséges egy cél eléréséhez. Önfegyelem nélkül nagy célokat nem lehet elérni, csak apró célokat. Oké? Okay? Tehát az apró cél olyan, hogy ma ezt gondoltam, hogy holnap ez legyen, azt holnap még meg tudod csinálni. Hát nem sok önfegyelem kellett hozzá, hogy egyik napról a másikra valamit meg tudj csinálni. De amikor valamit kitartóan kell csinálni, hosszú távon, hogy az létrejöjjön, akkor az önfegyelem kérdése az a kitartás. Tehát a kitartás az önfegyelem kérdése. Világos? Tehát az az ember a kitartó, aki képes fegyelmezni magát. Tehát gondold végig, az is egy önfegyelem, hogy el akarják téríteni, és ő azt mondja, hogy nem, és megy tovább azon az úton. Oké? Okay? Ez mi, ha nem önfegyelem? Jó? Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk a mi kis világunkban, nem kellene tudással rendelkezni ahhoz, hogy könnyebben boldoguljunk az életünkön. Nézzük meg gyorsan, milyen területeken. Itt vannak. Itt van 10 terület. Ez régen is volt, ez a 10 terület. Évszázadokkal ezelőtt is volt. Évezredekkel ezelőtt is volt ez a 10 terület. Ez a 10 terület nem lett 11. Attól, hogy lett a technika, nincs odaírva, hogy a technikával való bánásmód. Nem tudom, látod-e? Az valahogy hiányzik. Oké? Okay? Tehát az életünk technikai szempontból, a technika az csak egy eszköz és nem cél. Oké? Okay? Csak az a baj, hogy sok embernek a technika az egy cél lett. Oké? Okay? Az nem cél. Minden technikai eszköz az egy egyszerű eszköz. Ott van, hogy technikai eszköz, nem cél. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy ha valami cél, vagy valami eszköz, mi a különbség köztet? Tehát eszköz az a végállomás. Nem, a cél az a végállomás. Az eszköz az a végállomáshoz jutáshoz tartozó valami. Érted? Tehát, hogy eljuthassa a végállomáshoz, az szolgálja, az a dolog. Világos? Tehát minden eszköz az életedben az nem célnak kellene lenni. Tehát ha bármilyen technikai dolgot akarsz, akkor azt felejtsd el és tedd eszközzé. Az nem cél. Oké? Okay? Annak az eszköznek meg egy célt kell szolgálnia. Világos ez? Miért fontos ez? Hát mert az életünkben, ha azt akarjuk, hogy eredményeket produkáljunk, akkor nem kellene összekeverni a szezont a fazonnal, hanem igazából az eszközök, ott van például, mit tudom én, a mosógépet nem célként találták ki, hanem eszközként. A vasalót, a fűnyírót, a fúrógépet nem célnak találták ki. Az autót nem célnak találták ki, hanem eszköznek. Világos ez? Ez mind eszköz. Ha megnézed, a házadat sem célnak találták ki, hanem eszköznek. És a legtöbb embernek, például itt Magyarországon, a háza vagy a lakása az nem eszköz, hanem cél. Oké? Na most mondok példát. Ha te alkalmazott vagy, akkor te nem tudod az eszközöket költségekbe bevonni. Tehát az azt jelenti, hogy neked az eszközök azok nem csökkentik az adódat. Oké? Ha vállalkozó vagy, főleg ha cégtulajdonos, akkor az eszközök csökkentik az adódat, és ezáltal több lesz a jövedelmed. Oké? Tehát a nettó jövedelmed. Tehát ugye az emberek nem különböztetik meg a célokat az eszköztől, mert alkalmazottak, és nem számolhatják el az eszközöket költségként. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy nem csökkentik vele az adójukat. Tehát gondold végig, miért vagy te saját magad ellensége? Miért nem úgy éled az életedet, hogy az neked jó legyen? Nem másnak jó legyen, neked jó legyen. És ha neked jó az életed, akkor tudsz segíteni abban, hogy másnak is jó legyen. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Visszaadom a szót a házigazdának. Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a nem képzést, hanem bemutató előadást. Mi a különbség? Ebben a bemutató előadásban nincsenek megoldások, nem hangzanak el, vagy néha kicsi megoldásokat érdekességképpen tálal a mester, de a megoldásokat nyújtó képzések, azok majd a szünet után kezdődnek mindig, minden esetben szerdán és vasárnap. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz már 10 éve, és mi nem is együtt csatlakoztunk, hanem külön 4 hónapra rájött a feleségem, mert előtte már annyi helyen voltunk, hogy ő már nem hitte el, hogy találok valamit, ami igazán hasznára lehet a párkapcsolatunknak. Mindenfele jártunk, attól nagyon okos lettem, és használni viszont nem nagyon sikerült, sőt inkább borigatta még a kapcsolatunkat. És amikor megtaláltuk a Szedlacsik Miklós képzéseit, meg a PPH-t, akkor úgy kezdtem el vizsgálgatni, hogy na nézzük, hogy ebből mit lehet kihozni. Aztán az évek során, mióta itt vagyunk, kiderült, hogy ebből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Sokkal többet, mint amit gondoltam. A bemutató képzésekben, és úgy, hogyha nézegeted az előadást, de nem nézel jobban bele például a weboldalba, akkor nem is fogod tudni. Tehát kérdezősködni kell azoktól, akik itt tanulnak, mit értek el, hogy gondolják, és akkor talán átérzed, hogy mit nem akarsz éppen elkezdeni. Mert itt óriási dolgok vannak készülőben, egy nagy közösség épül, olyan megoldások vannak, amitől a te életed is megváltozhat, mint ahogy a milyen kis teljesen más lett, mert a szüleinktől felvett példákat, amik nem sokra vittek egyébként, csak addig, amíg a szüleinket, ugye annál én többet szerettem volna, csak nem tudtam, hogy kell, azokat le tudtuk tenni, és kicserélni más megoldásokra. Ez bármi is lehet, pénzügyi, párkapcsolati témában, vagy hogyan bánjál a hétköznapi életben az emberekkel. elképesztő jó megoldásokat talál a mesterképzésekben. Most például ugye a párkapcsolatképzés, amit egy elhangzott már 5 hónapja, ami nagyon vidáman szokott tenni ugye sokszor. És hát egy ilyen út előtt állsz, hogyha eldöntöd, hogy tanulóvá válsz. Szeretném is átadni neked a szót. Igen, ez valóban számomra is egyébként az életem egyik legjobb döntése volt, hogy mégis úgy döntöttem 4 hónap után, hogy én is csatlakozom, mert hogy először a férjem csatlakozott. Ez most már 10 éve lesz, hogy mi itt tanulunk, fejlődünk, és valóban amikor mi idejöttünk, akkor nem láttuk azt, hogy mennyi mindent fog nekünk adni. Én azt láttam, mivel hogy 4 hónap volt az, hogy bele tudtam hallgatni nem csak az első részekbe, hanem a második részbe is, és én legelőször azt láttam, amit számomra nagyon fontos volt, a mester, aki átadja a tudást, hogy ő számomra egy hiteles ember, akinek igazából, bárhogy is néztünk, hogy be tudnánk-e úgymond, nem is, hogy belekötni, csak az ember egyből azt nézi, hogy hallgattam, hogy nem volt olyan életterület, amire ő nem tudott volna nekünk megoldást adni. Tehát egyszerűen nincs olyan életterülete, ami neki esetleg romokba heverne, mindenre tudott nekünk megoldást adni. És előtte tényleg valóban rengeteg képzésen vettünk részt, és azért is, mert voltak problémáink, meg azért is, mert mindig bennem volt az, hogy én nem csak úgy szeretném leélni az életemet, hogy van egy jó munkám, van egy családom, és hogy mi itt ebben az életben most jól érezzük magunkat. Hanem valóban tényleg, ahogy nekünk is telt az évek, az idő, és látjuk, hogy a mai világ merre halad, hova halad, és mint ahogy a mester is elmondta a előadásban, ha mi emberek nem teszünk érte, hogy legyen egy jobb világunk, akkor ez a világ nem fog megváltozni. Ahhoz viszont, hogy valóban változtatni tudjuk, ahhoz nekünk változni kell, mert hisz ami most van a világban, ezt mi emberek romboljuk úgymond le, mert beszélt itt a mester a szeretetről, beszélt a lélekről, beszélt a hangulatról, és rájöttünk, hogy azt hittem én is, hogy tudok szeretni. Azt hittem, hogy én is tudok jó hangulatú lenni, valóban lehet, hogy tudok, de nagyon rövid ideig tudtam jó hangulatú lenni. Bementem a munkahelyemre, valóban ott voltak a kollégák, akik mindjárt elnyomást gyakorolnak ránk, de itt ezeket a dolgokat mind így tudtuk megtanulni, mert itt kaptunk rá olyan nem csak tudást, hanem módszert, amit be tudok építeni a hétköznapjaimban. Tehát ez a nem mindegy. És a másik pedig az, hogy itt úgy működik az egész, úgy van összerakva ez a rendszer. Mi csatlakoztunk ide, és mi kaptunk mind a mellett, hogy itt van nekünk a Szedlacsik Miklós, tehát mindenki kap egy vezetőt, egy segítőt. Tehát, hogyha akár képzés közben hallgatod a képzést, ha már tanulóvá válsz, és felmerülnek nem megértéseid, akkor van kihez fordulj, nem vagy egyedül. Nekem ez is nagyon szimpatikus volt számomra, hogy itt egy olyan közösség van, akinek egy a célja, a cél pedig az, hogy embereknek elvigyük azt a tudást, amivel egy szeretett kort, az aranykort el tudjuk érni, és mivel, hogy itt egy ilyen hatalmas cél van, ezért mi teszünk. És én azt mondom, akik most hallgatják először, vagy már régóta hallgatnak minket, néznek minket, ne gondolkozz. Semmi kötelezettség nincsen, tehát nincsenek elvárások, neked lesz jobb, ha csatlakozol. Ezt mi megtapasztaltuk tényleg 10 éve, itt vagyunk már nagyon sokan, és látjuk a csapatunkban is, hogy alakulna az embereknek az élete. Nem mindegy, hogyha ebbe a világba, higgyétek el, megvan a módszered. Ez legyen most például, csak most eszembe jut, hogy ott van a munkatársad, akinek teli problémával, és nem úgy viszonyul hozzád, próbál elnyomni, és tudod kezelni, nem lenne jobb neked? De biztos vagyok. Akár, vagy legyen egy, én ott szoktam jobban inkább tapasztalni, mivel hogy mi már nem alkalmazati létbe dolgozunk, hanem nekünk úgymond, ami erre se gondoltunk, hogy elkezdünk tanulni egy helyen, és a tanulásunk által lett egy munkánk, amire szerintem mind a ketten... Ebből kialakult egy életút. Életút, igen, igen, tehát ez csodálatos, és hál' Istennek már rajtunk kívül egyre többen vannak, akiknek ez a fő foglalkozása, és tehát visszatérve arra akartam, hogy nagyon sokszor tapasztalom, hogyha menni kell egy ügyet intézni, bent vagyok egy hivatalban, hát azért ott se mindig olyan emberhez jutunk, aki már nincs jól felbosszantva akár, és nem mindegy, hogy milyen energiákkal működsz. És mindjárt teljesen másképp viselkednek veled, mert eleve már itt tanuljuk, hogy milyen emberek, személyiségtípusok vannak, eleve már másképp tudom kezelni, eleve más energiákkal működünk, de miért működök más energiákkal? Mert egyre jobban megismerem az én lelkemet, a működésemet, egyre jobban tudom működtetni a szeretetet, tehát mind, amiről beszélt a mester, mind tudjuk működtetni. És így tudunk egyre több embert is boldogabbá tenni, vagy átadni, mert hogy ez tanulható, csak meg kell találnunk a megfelelő mestert, aki átadja azt a módszert, amivel egy jobb életet tudunk élni. És ez tényleg elérhető. Tehát akik most hallgatnak, ne gondolkozz, mert semmi kötelezettség nincsen, semmi elvárás nincsen. Annyi van, hogy van egy tandíj, ami egy teljesen megfizethető. Tehát az első havi tandíjunk, ez úgy van most akciósan, mindössze 19.700 forint. Jól értettétek, tehát 19.700 forint. A következő hónaptól pedig mindössze 12.500 forint. Tehát, ha ezt jól megnézzük, most csak arra gondolok hirtelen, elmegy egy család egy moziba, szinte majdnem ott hagyod a jegyárát. És itt egy hónap alatt 12.500 forintért annyi tudást kapsz, amivel egy olyan életet tudsz élni, amit el sem tudod képzelni. Mert igazából, mint a párom elmondta, hogy amiket most hallatsz, ez a díjmentes. Tehát ebben nincsenek megoldások. A megoldások a második részben vannak, de ott tényleg olyan megoldást kapsz, amivel helyre tudod hozni az életedet. Ez biztos. Úgyhogy gyere, próbáld ki! És kezd el életed legjobb döntéssel, ez biztos vagyok benne. Ha nem tetszik, akkor abba hagyod. Tehát, ha nem szeretnél tovább az elbutulásban részt venni, és szeretnél a föld elokosításában részt venni, akkor legyél PPH-s. Próbáld ki, hogy milyen. Neként sok emberrel beszélgetünk, és azt mondja, hogy ő egyedül nem tehet semmit. Ezt én el is hiszem, de egy közösségbe. Tudom, hogy amikor odajöttünk a Szedlacsik Miklóshoz, akkor éppen elkezdődött az egész, ugye 20-30 ember volt. A Szedlacsik Miklós az egy ember felépítette, úgyhogy pár ezren vagyunk már tanulók, és ő elkezdte felépíteni az új vezetőket is. Tehát itt az is a nagyság a PPH-ban, képzeld, hogy elmész egy másik képzésre, itt tudom én egy sportcsarnokba vagy egy kisebb terembe, ott vannak 100-1000, hogy bánik az összes ott lévővel egy ember. Egyszerűen nem tudod megcsinálni, hogy felépítsél egy sok ezer fős csapatot. De hogyha sok vezető van, akiknek van ambíciójuk, hogy kövessék a Szedlacsik Miklóst, akkor már lehet jövőt építeni. És hogy kicsibe kezdődik, hát kicsibe kezdődött. Most már egy kicsit nagyobb, lehet még nagyobb, és még ennél is nagyobb. Mi kell hozzá, hogy elhidd? Meg hogy megtapasztalt, hogy te is felépülhetsz, mert mindenki, én úgy tapasztalom itt a PPH-ban, hogy hétköznapi emberből válik valami egészen mássá, aki el tud képzelni egy más világot, vagy hogy meg tud oldani helyzeteket. És ez ebben az óriási. Tehát amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, személyes részvételed esetén egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésbe, ami ugye 30 perc múlva lesz, párkapcsolat 5 coachképzés. Ha szeretnél részt venni, szeretettel várunk. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőletek. Most pedig 30 perc szünet következik. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!